Jön a motoros szezon. A kedvező időjárás beköszöntével ugrásszerűen megnő az utakon a motorosok száma, akiknél a baleseti kockázat átlag feletti. A motorkerékpáros baleseteknek több oka is van, de a legkiemelkedőbb rizikófaktort az emberi tényezőben kell keresni, vagyis képességeiket túl, gépük teljesítményét pedig alul becsülik. A lakott területen belüli motoros balesetek leginkább nem a nagy sebességből adódnak, hanem abból, hogy a motoros egy kisebb lökés után is beesik egy autó vagy busz alá. Győrben gyakorolnak a motoros rendőrök. Hosszú idő után újra előveszik a járműveket a sofőrök. Szerintük a vezető baleseti okok évek óta a sebesség nem megfelelő megválasztása, az elsőbségi jog meg nem adása, az irányváltoztatás szabályainak be nem tartása és a szabálytalan előzés. Éppen ezért a vezetés technikai tudást érdemes felfrissíteni a szezon előtt. Egy másik járműtípust vezetnek ugye legtöbben télen, de a motor teljesen más vezetés technikai dolgokat igényel, ezért ugye erre is vissza kell szoknunk. Mi rendőrségileg, balesetmegelőzésileg egyébként azt ajánljuk, hogy ilyenkor akár mindenki vegyen részt egy ilyen kis vezetés technikai tréningen, ugye, hogyha erre van lehetősége, de lehet olyan cégeket keresni, ahova akár el lehet menni, és egy ilyen technikai tudás felfrissítésben részt venni. Higgyék el, hogy nagyon-nagyon sokat fog jelenteni majd a tavaszi-nyári idényben. A szakember azt mondta, a kifogástalan műszaki állapotú és biztonság technikailag is megfelelő motorok használata, valamint a bukós isak és egyéb védőfelszerelések viselése nagy mértékben csökkenti a sérülés kockázatát. A Balesetmegelőzési Bizottság minden évben elemzi a baleseteket, és hogyha a motorosokat vesszük számba vagy gorcsú alá, akkor elmondhatom azt, hogy közkedvelt útszakasz nálunk a 82-es számú főút, amit a motorosok hát az idényben a legtöbbet használják talán, ugye ez megmutatkozik az elmúlt években a motoros balesetek számában is. Itt természetesen mi is több ellenőrzést, akciót szoktunk tartani. Motoros kollégáink, akik itt mögöttünk most pont gyakorolnak, többször jelennek meg talán ezeken az útszakaszokon, de van más is, de ezt a 82-es számú főutat emelném ki. Itt is az a lényeg, hogy már átnéz a túloldalra, mindig keresi azt a helyet, ahova szeretne menni, és ezáltal fogja tudni az egyensúlyát megtartani a motoron. Hát ez így... Ezt pedig már Tabi Sándor meséli híradónknak. Hiába motoroznak 20-30 éve, azt mondta, nekik is fel kell frissíteniük ilyenkor a tudást. Először városi forgalomban, majd hamarosan közúton gyakorolnak a motoros rendőrök. Ahol már az országúti kanyaroknak a stabil kanyarvételeit, nézőpont áthelyezést, ezeket tudjuk gyakorolni, amivel biztonságosabbá válik a motorozásunk. És egyébként itt megyei szinten arra van bármiféle szám vagy statisztika, hogy mennyien dolgoztok így motoros rendőrként? Tehát hogyan, mennyien felügyelitek az utakat itt a megyében? Hát igen, van szám. Igazából a motorok száma határozza meg egyelőre, de hála Isten fejlesztés alatt van folyamatosan. Jelenleg ezekkel a járművekkel dolgoznak a szakemberek. Van köztük 1200 és 1250 köbcentiméteres motorkerékpár is. Jól felszerelt gépek ezek, ezt bizonyítja ez a fedélzeti kamera is. Elől és hátul is található egy-egy. Ezek a műszerek, amint gyújtásra teszi a sofőr a járművet, már is rögzítik a történteket, elképesztően jó felbontásban. Szolgálatunk kezdetétől kezdve a szolgálat befejezéséig gyakorlatilag gyújtás bekapcsolásával azonnali működésbe lép. Ezt ugye a forgalomfigyelésre, szabálysértő kiszűrésére használjuk, illetve a balesetmegelőzés céljából is természetesen, saját biztonságunk érdekében. Ezt követően, hogyha egy szabálysértést vagy jogsértést észlelünk, akkor felszereltek minket egy jó minőségi tablettel, bármilyen közlekedési szituációt meg tudunk, vissza tudunk nézni. Az időjárás előrejelzést tekintve napok kérdése, és ellepik az utakat a kétkerekesek.